Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Miközben április 15-éig Németország leállítja az utolsó három még üzemben lévő atomerőműveit, Szijjártó Péter tegnap Moszkvában tárgyalt többek között a Paks 2-ről is. Megállapodtak a kivitelezési és finanszírozási szerződés módosításáról. Haszódi Attilával, a BME természettudományi karának dékánjával értékeljük az eseményeket. Jó reggelt kívánok Haszódi Attilának! Jó reggelt! Üdvözlöm! Nagyon kezünkre játszik a külügyminisztérium agendája. Ugye ez a tegnapi aláírt megállapodás, ez tulajdonképpen új lendületet adhat, ha jól figyeltem a videóban a miniszter szavait, a Paks 2 építkezésnek és finanszírozásnak is, tehát mind a kettőben mondta a miniszter, hogy egy új lépés történt. Igazából az a kérdés, hogy el volt-e akadva ez a történet, és esélye volt-e a Rosszatom kiváltásának, vagy ez csak valamiféle kivárás volt? Hát hol tartunk igazániból a projekt összegében? A résfalaknál. Elég nagy késedelmet, igen, az egyik fontos következő feladat a résfal elkészítése lesz, ami ugye egy speciális mélyépítési feladat annak érdekében, hogy a munkagödör körbe legyen zárva, és ha kimélyítik az épületeknek az alapjához szükséges mélységig a talajt, a munkagödröt, akkor oda ne folyjon be a víz, tehát a résfal elkészítése egy nagyon-nagyon fontos következő feladat. Ez még nem az első beton, ez még nem a nukleáris épületnek a magának az épület szerkezetének az építése, de a nukleáris sziget építéséhez elengedhetetlenül szükséges. Szóval, hogy igazániból meglehetősen sok késedelmet összegyűjtött már a projekt. Azt szerintem pozitív, hogy a felek meg tudtak állapodni közösen valamilyen új metódusban. Hogy ez pontosan mit jelent, ugye ezt nem látjuk sem a részleteit ennek a megállapodásnak, sem magát a megállapodás, de önmagában az, hogy tudott egy egyenség lenni, az azt mutatja, hogy a felek között van olyan kapcsolat, van olyan párbeszéd, aminek mentén ki tudnak alakítani valami új keretet. Hogy ez segíteni fogja a projekt megvalósításában, azzal kapcsolatban azért én megmondom őszintén, valamennyire szkeptikus vagyok. Én úgy érzem, hogy azért ezzel összességében a projekt megvalósításának a kockázatai nem csökkentek, hanem inkább növekedtek. Most amit András kérdez, hogy volt-e alternatívája az Rosszatom kiváltásának, ugye mi erről beszélgettünk már itt korábban többször. Szerintem, ahogy ezt korábban is mondtam, tehát oroszatomerőművet Rosszatom nélkül építeni nem lehet, tehát önmagában a Rosszatomot a mostani Paks 2 projektben a megtervezett blokkoknak a kiváltása, a megtervezett blokkok megvalósítása során a Rosszatomot kiváltani nem lehet, az egy teljesen új projekt lenne, ami jelentősen több időt igényelne. Ebben a tekintetben szerintem a kormánynak helyes az értékelése, hogy teljesen új alapokra helyezni a projektet, az valószínűleg jóval több időt igényelne. De hogy ettől most tényleg meglódul-e a projekt, ezt ebben a pillanatban szerintem nem tudjuk megmondani, meglátjuk. Világos, ezek szerint a részletek még nem ismeretesek. Már ugye azt is láttuk a múltban, hogy képviselők tudtak csak betekinteni az évszázad üzletébe, és akkor is bizonyos kitakarásokkal lehetett információt kapni Szél Bernadettől, más képviselőktől. Az a kérdés, hogy ahhoz képest, ami az első bejelentés volt, hogy ez nekünk mennyire jó lesz, hiszen tulajdonképpen ezzel saját magunkat látjuk el, ugye, a jövőben majd 2030-as évek közepétől atomenergiával. Tehát, hogy ez a cél, és az, hogy egyébként szóba került, hogy a német vonakodás miatt a franciákat bekapcsoljuk irányítás technikába, stb., hogy ez egy meglepő fejlemény volt. Tehát, ugye több dolgot kérdez. Egyrésztről én továbbra is azt gondolom, hogy az atomenergiára Magyarországon szükség van, és a Paks 2 nagyon jó lenne a villamosenergia rendszerben, szükség van erre a forrásra, látjuk, hogy nő a villamosenergia igény és az úgynevezett baseload zsinóráram igény is növekszik, tehát teljesen indokolt a projektnek a folytatása és a befejezése. Igen, ne értse félre, ez itt nem Németország.
Igen. És egyébként nagyon fontos, hogy ezt így mondjam, mert hogy az is világos, hogy Magyarországon eléggé széles társadalmi támogatottságot élvez az atomenergia. Tehát ugye magában ez így szerintem nem kérdeleződik meg a mostani helyzetben sem. Igen. A franciáknak a mélyebb bevonása, hogyha a németek tényleg nemet mondanak, ugye nagyon érdekes, mert hogy a német kormány még mindig nem mondott semmit az irányítás technika beszállításával. Ez egy Siemens kapcsolat lenne, igaz? Igen, tehát igen. Ugye az az elképzelés, hogy az irányítás technikát azt a francia Framatom és a német Siemens Energy konzorciuma szállítaná a Paks 2-be, és ehhez kellene a német kormánynak az export engedélye, és ez az export engedélye ez nem akar megszületni most már sok hónap óta, és nem igen, lehet igen érteni, hogy miért. És tulajdonképpen amilyen irányban a kormány tárgyalt, annak az a lényege, hogyha a németek végül nemet mondanának, akkor a Siemens Energy részét is a franciák végeznék el. Ez fizikailag lehetséges, technológiailag lehetséges, van olyan alternatív szállító, aki ezeket a komponenseket el tudja képzelni, vagy el tudja készíteni. Egy kicsit szokatlan egyébként ez a konfiguráció, mert hogy ezekben az orosz atomerőművekben ez a francia-német konzorcium szokta szállítani eleve ezt az irányítástechnikát, tehát azért változásokat jelent ez a tervekben és a megvalósításban, de fizikailag lehetséges. Attila, hadd kérdezzek egy olyat, ami az ön szakterülete, hogy ugye 9 évvel ezelőtt köttetett ez a szerződés, és a miniszter is utal rá, hogy az elmúlt években olyan változások történtek, amelyek miatt ezt újra kellett tárgyalni, vagy módosítani kellett, de hogy az atomenergiában van ilyen, hogy az új technológiákat bekapcsolják ebbe a projektbe? Tehát, hogy ez is indokolja egyébként azt, hogy újra kell tárgyalni a szerződést, vagy a kereteket kellett teljesen más alapokra helyezni? Én nem így értem ezt a kommunikációt, tehát hogy szerintem a miniszternek ez a bejelentése nem azt jelenti, hogy új technológiák jelentek meg, és a technológiai változások miatt van szükség egy új szerződésre. Szerintem inkább a körülmények változtak meg. Hogy ezek a körülmények pontosan micsodák, hogy mire gondol itt a külügyminiszter, ezt ő tudja megmondani, de szerintem itt a külső körülményekről lehet szó, illetve hát őszintén szóval, nekem azért a jelenlegi helyzet azt is üzeni, hogy az eredeti szerződéses keretrendszerben a Rosatom nem volt képes a projekttel érdemben előre haladni. Lehet, hogy egyszerűen annyiról van szó, hogy a magyar oldal felismerte, hogy a Rosatom jelenlegi menedzsment képességei nem alkalmasak arra, hogy az eredeti keretrendszerben a projektet megvalósítsák, és a Rosatom valós nem vetített, hanem valós menedzsment képességeihez illesztve lehet a projektet megvalósítani. Én szerintem itt van egy nagyon komoly energiapolitikai nyomás rajtunk, szükség van az áramra, hogy az előbb már mondtam, belekezdtünk egy projektbe, elkötöttünk már rá nagyjából 500 millió eurót, azért az eléggé sok pénz, és az alternatívák a piacon sokkal több időt vennének igénybe, és egy ilyen energiaellátási válsághelyzetes időszakban, amikor nagyon nagy szükségünk van a villamos energiára, nyilván van rajtunk egy nyomás. Szerintem erre reflektál a kormánynak ez a mostani lépése. Két dolgot szeretnék kérdezni, hogy az, hogy a nyugati részvétel felmerül, vagy bevonásuk indokoltá válik, az költségnövekedést jelente a projektben egyrészt, másrészt ugye bizonyos dolgokat az atomenergia hivatalhoz nyújt be a kormány, azt hiszem a résfal ügyben, másokat pedig az Európai Bizottságnál engedélyeztet, valószínűleg az új szerződés módosítás kapcsán. Itt különböző dolgok vannak, tehát a nukleáris biztonsági engedélyezési felelősség az mindig a nemzeti hatóságnál van, tehát az atomenergia hivatal ezeket a nukleáris biztonságra hatást gyakorló kérdéseket kell, hogy megvizsgálja, és az alapján... Ezeket a monitoring teszteket, ezeket nyújtják be állítólag. Rengeteg mindenről van itt szó. Tervekről, például az előbb említett résfalazási tervet is be kell nyújtani az Országos Atomenergiai Hivatalhoz, de pontos komponensek gyártási engedélykérelmeit, biztonsági elemzéseket, különböző terveket. Tehát ezek mind
az Atomenergiai Hivatal, igen, a Nemzeti Atomenergiai Hivatal hatáskörébe tartoznak. Az, hogy most felmerült az Európai Bizottsághoz bizonyos papírok beadásának a kérdése, az a szerződéses keretrendszer miatt van, tehát ugye az Európai Unió tagországaiban a nukleáris projektek megvalósítása az Euratom egyezmény hatálya alá tartozik, és az Euratom egyezmény betartását azt az Európai Bizottság felügyeli. Uh-huh. Tehát itt a nagy nukleáris projekteket érintő kérdések, illetve versenyjogi beszerzési kérdések lehetnek olyanok, amelyek, hogyha az eredeti keretrendszerhez képest megváltoztak, akkor az szükségessé teszi, hogy a magyar kormány bemutassa ezeket a tervezett változásokat az Európai Bizottságnak. Ugyanígy, hogyha például a nukleáris üzemanyag beszerzését érinteni ez a kérdés, szerintem most erről nincsen szó, de ha véletlenül mondjuk érinteni, akkor ez szintén az európai közösségre tartozó ügy és az Európai Bizottság alá tartozó egyik szervnek a hatáskörébe tartozik. Tehát ezért merül itt most fel, hogy az Európai Bizottsággal is kommunikálni kell. Hangsúlyozom, a szerződés és a szerződéses keretrendszerhez kapcsolódó ügyről kell a bizottságot tájékoztatni. Nukleárbiztonsági kérdéseket a magyar nukleárbiztonsági hatóság ítéli meg. Világos, ugye csak egy kérdés a végén, hogy a német leállások és az ottani közvélemény megítélésének megfordulása, tehát hogy többen akarják azt nagyjából fele-fele arányban, hogy ne állítsák le az utolsó erőművet, ugye azt április 15-ig kell leállítani. Azok a felszólalások itthon, amelyek politikai okokból a Paks 2 projekt leállítását követik, azok nem veszélyesek-e? Energiaellátás biztonsági szempontból mindenképpen veszélyesek. A német kérdés szerintem nagyon-nagyon ellentmondásos, mert tényleg látszik, hogy a német közvélemény megfordult. Én azt látom a közvéleménykutatásokban, hogy ugyan 50% alatt van, de az 50%-ot megközelíti azoknak az aránya Németországban, akik akár hosszabb távon, akár mondjuk nukleáris létesítmény építését is el tudnák képzelni. Tehát nem csak egyszerűen a meglévő blokkok továbbüzemelésének van többségi támogatottsága a német társadalomban, hanem ezt az 50%-ot alulról, de megközelítő arányban akár új nukleáris projekteket is el tudnának képzelni a németek. Én azt látom, hogy Németországban nagyon durván befolyásolja a közvéleményt a nukleáris ügyekben a politika. Nyilván ez nem egyedi dolog, de Németországban nagyon atomenergia ellenes a kormány, a miniszter kormány, meg zöld, igen. Ugye benn vannak a zöldek, igen, és a gazdasági miniszter, illetve a környezetvédelmi miniszter is zöldpárti, és egyszerűen annyira alap toposza a német zöld politikának az atomenergia ellenzése már a 70-es évektől, hogy vélhetően az ő saját szavazóik szempontjából nem lenne tartható, hogyha ezen az álláspontjukon változtatnának. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet így 2023-ban nagyon-nagyon más lenne Németországban, hogyha a zöldek nem lennének benne a kormányban. Tehát ugyanaz a külpolitikai és belpolitikai helyzet, de a zöldek kormányon lévő, tehát a kormányban nem lévő zöldek esetén teljesen más kép alakulna a német energiapolitika. Nem állították volna le a németek az atomerőveket, a meglévőeket, azt a hetet, ami még működött, és nem lennénk most ott, hogy néhány nap múlva ez a három is befejezi a működését. Én azt gondolom, hogy a német zöldek erős befolyása miatt nem fog megváltozni ez a mostani koncepció Németországban. Ugye nem vásároltak már üzemanyagot a meglévő három blokkhoz, tehát egyszerűen elhasználják az üzemanyagkészleteiket, és a személyzetet már nagyon régóta arra készítik fel, hogy felhajnak az atomenergiával, tehát én szerintem április 15-e után nem maradnak a németek abban a helyzetben, hogyha jönne valami durva fordulat és szükség lenne az atomenergiára, akkor gyorsan vissza tudnák indítani, és onnantól kezdve egy olyan komoly, gyors erózió fog bekövetkezni, hogy elveszítik szerintem a németek ezt a képességüket április 15 után nagyon-nagyon rövid időn belül. Önök az elmúlt bő 20 percben Aszódi Attilát, a BME természettudományi kar dékányát hallották, aki egyébként 2014 és 2017 között volt a Paksi atomerőmű bővítésének kormánybiztosa. Nagyon köszönöm az interjút. Én is köszönöm. Jó reggelt. Viszont hallásra.